találmányok, amitől eldobod az agyad. Én visszahozom. Lendüljünk túl ezen, Csongi. Igen, onnan jutott eszembe, hogy egyszer a súlyba volt ilyen, amikor a tanárnő azt mondta, hogy eldobja az agyunk tőlünk, és akkor az egyik osztálytársunk benyögte, hogy hát ő visszahozza. Kapott egy kis igazolatlant, és így repült ki az iskolából, csak nem az agya. Szóval, mint mindig, hajó, én Csongi vagyok, és a mai videónk arról szólna, hogy bizonyos találmányokat fogunk látni, amikről ti is, meg én is eldöntöm, hogy eldobjuk az agyunkat, avagy sem. És akkor a videó végén majd a komment szekcióba írjátok le, hogy hány igen és hány nem, úgyhogy meglátjuk, hogy ki hogy vélekedik e szerint. Ez a magyar nyelv mindig nem megy. És lesznek itt mindenféle termékek, olyan, amik például elősegítik az életünket, olyan, amik semmire nem jók, de jól néznek ki, meg olyanok is, amik mondjuk a környezetkímélés próbálják segíteni. És ha már a környezetkímélés. Tudjátok, vannak pandás tokenim az iTrendnél, már nagyjából egy hónapja. És egyébként nagyon örülök, hogy tetszett nektek, viszont kitaláltak valamit, amit személy szerint én is támogatok, mert hogy tudjátok, nagyon természetbarát vagyok, nem véletlenül csinálok videókat kint a természetbe is. Mármint főként az SMS-es videókat, de arra gondoltam, hogy néha lehetne egy ilyen ritkaság, hogy egy-egy reakció videót is kint teszek fel. Mit szóltok hozzá? Ugye mindenki próbál vigyázni a telefonjára, a telefontokokat vesztek, viszont a hagyományos ilyen műanyag meg szilikon tokok mellett kitaláltak egy ilyen 100%-ig lebomló természetbarát tokot, aminek az a lényege, hogy növényből van. Hogy növényből van összerakva, amit ha megfigyeltek, akkor váltok. Látszik is rajta, mintha magok lennének benne. Nyilván ezek nem magok, szóval ne ültessétek el, meg ne is kajátok meg, bár nekem mindig az az érzés, hogy meg akarom menni, annyira jól néz ki. Szóval igen, most ezt próbálják megvalósítani, és én azért állok ehhez a projekthez, mert tényleg közel áll hozzám a természet, meg ha minden igaz, akkor minden eladás után egy fát is ültetnek, ami amúgy gondoltok bele elég durva. Tehát most képzétek el, hogy minden tok után kimennek és elültetnek egy fát. Szóval szerintem, ha már a termékekről beszélünk, akkor ez is egy tök jó ötlet. Na, de nézzük és kezdjük. A legelső termékünk az nem más, mint a szemüveges ejtőernyő, esőernyő, Csongi, még mindig esőernyő. És nem azért szemüveges, mert rosszul lát, ha mész az esőbe, akkor így rendesen rá tud húzni a fejedre, hogy ne legyen vizes a hajad, és kiláss belőle. Wow! Döntsétek el ti, de én őszintén arra szavaznék, hogy ez nem annyira eldobom az agyam azt a mindenit, hanem oké, persze, király, meg minden, de hogy egy hagyományos esőernyővel is teljesen jól el vagyok, sőt, valószínűleg nem kerül 674.000 forintba. Sem. Meg amúgy most jutott eszembe, mi az, hogy ne legyen a hajad meg a fejed vizes? Hát ha az esőernyőt normálisan hordod, akkor a hajad nem lesz vizes, max a cipőd. Erre is volt már egy megoldás, de bevágom, azt hiszem egy videóban mutattam meg. Sőt, ha már ennél tartok, akkor miért legyen a cipőnek is esőernyő? Szerintem ebből elég. Na jó, ez az a termék, amire azt mondom, hogy mi a vízálló touchscreenes billentyűzet. Minek? Amit nem a vízállósága van a bajom, mert a legtöbb billentyűzet egyébként már vízálló. Tehát, hogyha ráöntöd mondjuk a kólát egy Fortnite közben, mert éppen lelőnek, és mondjuk sikerül nem betörni a monitorodat, akkor a billentyűzet valószínűleg túléli a locsanást. De az első kérdésem, minek touchscreenes billentyűzet? És biztosan van a komment szekcióban olyan, aki le fogja írni, hogy pedig az jó, és én el is hiszem, hogy jó. Telefonon például nagyon király. De szerintem egy billentyűzetet sosem fog helyettesíteni egy touchscreen. Szeretem azt, hogy várjál. Jó hangja van egy billentyűzetnek, én szeretem azt, hogy hallom, ahogy írok. Nem akarom leszavazni ezt a témát, meg ezeket a dolgokat, mert biztos, hogy tök jó, meg hasznos valakinek. Nekem személy szerint nem. Én sokkal szívesebben használok egy normális kiosztású, mondjuk mechanikus billentyűzetet, aminek még jobb hangja is van, meg tovább is tart. Nyugodtan ti is döntsétek el, mondom majd a videó végén, akkor szavazunk, hogy hány volt nem, hány volt igen. Nekem eddig kettő nem, tehát nekem az agyam még a helyén van, nem dobtam el. Következő. Úristen, ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon tetszik. Nem vagyok akkor a csillagháborús fan. Egy világító kés, ami egyébként egy lézerkard is akar lenni, vagyis hát magyarul lézerkés. Valószínűleg egy ilyen kis aksi van benne, és annyira felhevül az éle, elkezd izzadni, majd mindjárt mutatok egy videót, ami erről eszembe jutott, és egy nagyon satisfying, azaz próbálj meg nem elélvezni. Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor mondjuk reggel felkelsz, és a kis kávécskát kis megennél egy jó kis pirítóskács, vajacskával, kenyerecskével. Nem tudom, van-e olyan ember, aki konkrétan lusta megpirítani a kenyeret, de hogy ez a kard, vagy kés, én nem merem késnek nevezni, mert szerintem ez inkább egy kard már. Ahogy elkezditek vágni a kenyeret, megsüti. Mert érzitek, annyira forró, hogy miközben te vágod, a közben egyszerűen kész van a pirítósod, tehát hihetetlen. Na ez tényleg jó. Amúgy ez a kép szerintem Photoshop, már annyira műnek néz ki, ez egy teljesen hagyományos kés, ami ott van a kezébe. Tavaly vagy tavaly előtt volt ez az 1000 fokos kés kívás, amivel ilyen lángszóróval felhevítettek mindenféle kést, és akkor elvágtak dolgokat. Na itt van ez a rész, ahol egy dinnyét vágnak el, és látjátok, hogy annyira könnyen átcsúszik, meg még füstölös, mert ugye ilyenkor elpárolog a dinnyének a víztartalma. Ebben az az átcsetés, hogy a legtöbb esetben a kés az egyébként nem világít ennyire, mert nagyon fel kéne hevíteni ahhoz, hogy tényleg világítson. Ez az első, amire azt mondom, hogy hasznos, úgyhogy eddig egy hasznos, kettő nem. Ha már beszéltük a videó elején a környezetbarát dolgokról,
ez a kép egy kicsit így átcseszi az agyam, mert hogy itt van egy toll, de az árnyéka meg egy üveg. Én először is azt jegyezném meg, hogy aki ezt a képet csinálta, az valami eszméletlen ügyes volt. Szerintetek Photoshop? Egy bizonyos cég azt gondolta, hogy a sok műanyag paraszk, amit ugye eldobnak az emberek, ne vesszen kárba, megpróbálják újrahasznosítani, beolvasszák, és képzétek el, hogy tollakat csinálnak belőle. Milyen kemény lenne, hogy írsz órán valamit, és így ránézel tollra, és azt írja rajta, hogy Jana, hogy bele lenne gravírozva. Lehet, hogy ebből is az lesz, nem? Jana toll. Bár mondjuk kérdezek valamit. Az üvegpalaszk ugye elhasználandó, mert ahogy megviszik az ember, utána fújt dobják el. Ami nem a leghelyesebb módszer, de mindegy. De egyébként az írószerekkel is ugyanez a helyzet, szóval amit után kifogy, nagyon kevesen vesznek olyan tollat, ami úgymond újra tölthető. Tehát az lenne a kérdésem, hogy vajon azután mit csinálnak vele? Úgyhogy ja, ez hasznos, tetszik. A következő is az írószerekkel kapcsolatos. A csávó valahol Amerikában éppen a felmérőjét írta egy ceruzával, kitörte véletlenül a hegyét és meg kellett hegyezze. Tudjátok, be kell dugni és forgatni. És csak akkor jött rá, hogy az egész ceruza belseje újra hasznosított újságpapírokból van csinálva. Micsoda? Ez eddig szerintem az egyik legkirályabb. Mármint most komolyan a papírt, tudjátok miből készül, fából. Tehát ki kell vágni a fákat, és fú, mennyire gyűlölöm, főleg otthon Romániában, amikor biciklizek, tudjátok, és akkor hallok egy ilyen nagy hangot, hogy mondom, mi az, repülő? Nem. Nem repülő, hanem teherautó, ami éppen ennyi fát lop és így viszi el. Jó, valószínűleg nem ettől fog megváltozni a világ, meg sajnos nem csak ennyi múlik, de ez akkor is király. USB-n tölthető elem. Képzeljétek el azt, hogy fogjátok, beledugjátok az USB-t, és feltöltődik ez a kis elemecske. Sajnos tényleg ezek azok, amiket mindenki kidob, mert ugye ez egyszer használható. Persze van erre egy másik megoldás, az akkumulátor, azok ugyanígy néznek ki, mint ezek, csak ilyen külön speciális töltő kell neki. Ez mondjuk szerintem megint egy tök jó ötlet. Tényleg megveszem egyszer mondjuk egy picit drágában, de utána csak folyamatosan felrakom a számítógépre vagy laptopra, aztán feltöltődik. Két perce szakadok. Fém detektor szandál. Nem tudom, hogy ez kinek jó, egy tippem van egyébként. De hogy ez úgy minek? Akik ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk kincseket keresnek, meg random ilyen, meg ilyen régészek, stb. Azoknak biztos sokkal profibb, meg vagányabb fémdetektorjuk van, ami úgymond jobb, mint egy ilyen cipőre rárakott valami. Ez így hobbi szinten elmegy, de egyébként gondolom, hogy ez sem olcsó. Mondjuk azért egy villamos sínen elég nehéz el átmenni. Hát nem tudom, skacok, szavazhatok ti is nyugodtan. Én szerintem ez. Hát ettől azért nem dobtam el az agyam. Nem hiszem, hogy az emberek többsége arra vár, hogy mondjuk az utcán sétálva fémet keresenek. Na ez nagyon-nagyon tetszik nekem, és ilyen emlékem volt is. Anyum talált valahol, és meg is vette nekem, egyébként tökre örültem, mert nem hittem el, hogy ilyen létezik, de biztosan nektek is volt, vagy van ilyenetek. Szóval olyan kesztyűk, amik ugye vezetik az áramot, és legalábbis a felső része, és akkor működik vele a touchscreen, mert ugye ez most erős, de ha egy zoknit hozzáérintetek, akkor nope. Feloldott. Nem lehet el ezt scrollozgatni, meg semmi, és hogy a kesztyűt húzol magadra, akkor az esetek többségében nem fog működni. De ezeknek a kesztyűknek a segítségével most már télen is mehetsz így az úton, és... Király! Még több zombi ember az utcákra! Bevallom, én is sokat használom a telefonom, ezt tudjátok ti is. Ez egy jó adat, úgyhogy ezt adom megint. Hawaii-ban Kaliua-konában, úristen, ez jó nehéz volt kimondani, arra részre, ahol inkább festéket használnának, növényeket ültettek, pontosabban füvet, és nem olyan füvet, azért, hogy ez jelezze a természetes parkolóhelyet. Cuki, ez tetszik, csak egy baj van ezzel. Hawaii-ba, Kaliua-konában biztos működik a Kuna Matata, de hogy mondjuk Romániában, vagy itt Magyarországon, még Magyarország lehet a jobbik eset. Szerintem 3 napot nem tartana, sőt, ki se tudna nőni a fű, egyszerűen az emberek nem tudnak parkolni. Tehát lehet, hogy azt hiszik, hogy a vonal azért van, hogy az egyik kereket rázd. Ezért van az, hogy a legtöbb parkolóban én mindig ilyen nagyon messze szoktam állni, azért, hogy ott kevesebb autó legyen, kevesebben legyenek mellettem. Ez egy jó dolog. Csak nem itt Magyarországon, meg nem Romániában. Hanem Kuanálunknak. Mit szóláltak ahhoz, hogyha mondjuk elmentek fagyizni, bár mondjuk ez így lassan tél van, szóval annyira nem minden, hogy elmentek fagyizni. 2 fokban a legjobb tüdőgyulladás az garantált, már hogyha ez a céltok és nem akartok suliba menni, ez nem egy tip volt. Szóval, hogy elmennétek fagyizni, és nem egy ilyen hagyományos műanyag vagy kartonpapírba kapjátok a fagyit, banán levelekből készítve. És olyan kis aranyos, olyan kézzel készített, wow. Hogy van az, hogy ezekből a termékekből szinte egyet sem látunk itt egyébként? Mármint jó, a kesztyű az volt, de hogy ilyeneket miért nem látunk itt Magyarországon? Nem mondjuk elég modernnek hozzá. Gyerekkoromban voltam egy WC-ben, ami nagyon érdekesen volt összerakva, ugyanis azt vettem észre, hogy a kagylóból, tudjátok, az a cső, ami kivezet, az egyenesen a WC-be vezet. És nem értettem, hogy what? Elkezdtem agyalni, hogy vajon azzal húzod le a WC-t, amivel kezet mosol. És most, hogy megtaláltam ezt a képet, rájöttem, hogy valószínűleg valami ilyesmi lehet ebben is. Egyszer kezet kell most, és akkor az a víz, amivel kezet mostál, az összegyűl a tartályban, aztán megnyomod a gombot, és azzal a vízzel önti le az egészet. Mi van akkor, ha valaki nem mos kezet WC-t? És
után. Mert tudom, hogy van olyan, ne nézz így a kamerába. Csongi, én nézek a kamerába. A séket, amit kérsz mondjuk, mit tudom én, Burger Kingnél, KFC-nél, bárhol, azt nem odaadják neked, hogy tessék itt van. Fel kell ülj egy ilyen biciklire, és saját magadnak kell leteked. Látszik egyébként a csávó, hogy azért elég szépen ki van vörösödve, úgyhogy nem lehet egy könnyű dolog. Ez egy nagyon jó ötlet. Fúha. Végre vannak normális dolgok, azt hiszem a videóban ilyen idiótaságok lesznek mindegyébként. Meg ha már a biciklinél tartunk, akkor van egy hasonló ötlet. Telefontöltő az nem úgy működik, hogy rádugod a plázába, és akkor töltődik a telefon, hanem közben kell tekerni szépen. Nektek is biztos ismerős azok az emberek, akik mondjuk a sulitokban, osztályatokban, egyetemen vagy munkahelyeken megeszik a chipsüket, utána fogják a papírt és így be akarják hajítani a szemetes kukába. Csak hát ugye senki nem kosarasnak születik, úgyhogy 10-ből 9-szer mellé megy. Remélem felveszed, mert kinyillak. Hú, engem nagyon idegesített az, amikor valaki mellé dobta, és utána ott hagyta. Kitaláltak egy ilyen szemetes kukát, aminek van egy kosárpalánka tetején, azért, hogy úgymond nagyon legyen a motiváció, hogy beledobod. Nagyon kérek titeket is, hogy szerintem a szemetelés az egyik legcsúnyább dolog, és ez mind szokás per nevelés kérdése. Én úgy szoktam meg, hogy sosem szemetelek, mindent a helyre szoktam kidobni. Ha kell, akkor inkább zsebre vágom, mit tudom én, chipszer zacskomat, és majd egy kukába való eldobom, mert persze jók ezek az ötletek, hogy természetkímélő tokok, meg minden, de szerintem az első lépés a természet megőrzése felé a szemetelés. Azt az egyet ne csináljuk. Na, most menjek és megváglak titeket. Mi van, Csongi? Ha tetszett a videó, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem maradjatok le a következő videóról, meg hát persze, hogy pandák legyetek, ez egy malac, Csongi. Hogy pandák legyetek, mert mindenki, aki feliratkozik, az panda is lesz, hogyha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor egy jó nagy lájkot is dobjatok. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek, szerintem voltak érdekes dolgok, az eredmény az ugye ennyi lett. Kíváncsiak a tietekre, és írjátok le a komment szekcióba, hogy kinek mi jött ki, hánytól dobtátok el az agyatokat, és hánytól nem. Instán ne felejtsetek el bekövetni, rengeteg hülye sztori kint van, meg vicces képek, úgyhogy hajjó!